2024. augusztus 7-e szerda, gondolatok a Veritasra, a napi evangéliumból. A mai evangéliumban egy kánaáni asszonyról hallunk, vagyis olyan valakiről, aki nem a választott, a zsidó népből származik, azonban amikor Jézus arra jár, odajön hozzá, és a segítségét kéri, hogy szabadítsa meg a lányát a gonosz lélektől. Az asszony először kiabál Jézus után, és Jézus szóra sem méltatja őt. Később az asszony odamegy hozzá, és leborul előtte. Majd harmadszorra, Jézus szavai után már alázatosan, legalább egy morzsányi kegyelmet kér, elismerve saját méltatlanságát, de bízva Jézus irgalmában. Mi hogyan közeledünk Istenhez? Sokszor vannak kéréseink hozzá, de lehet, hogy ezek valamikor elvárások, hogy Isten segítsen meg valamiben, hiszen ő mindenható, neki van hatalma bármit megtenni. Talán türelmetlenek is vagyunk időnként, miért nem adja már meg, amit kérünk tőle? Vagy megvan-e bennünk, hogy oda menjünk Jézus közelébe, leboruljunk előtte, hogy imádjuk, magasztaljuk őt, aki a mindenség királya, aki valóban mindenható és mindentudó, aki nálunk is jobban tudja, hogy mikor mi válik a javunkra. Illetve van-e bennünk alázat? Készek vagyunk-e elismerni, hogy sokszor méltatlanok, gyöngék, bűnösök vagyunk? Ugyanakkor van-e bennünk az a hit és bizalom, mint ebben az asszonyban, hogy bár nem érdemeljük meg, Isten mégis szeret bennünket, és irgalmas hozzánk? És vegyük észre azt is, hogy amikor az asszony már csak egy morzsányi kegyelmet kér Jézustól, Jézus akkor a kegyelem teljességével ajándékozza meg őt, hiszen még abban az órában meggyógyult a lánya. Mert Isten mindig és teljesen meg akar bennünket ajándékozni kegyelmével, szeretetével. De ahhoz, hogy ezt be tudjuk fogadni, szükséges, hogy ne az elvárás, a követelőzés, hanem az alázat, az imádás, az élő hit és bizalom lelkületével forduljunk hozzá. Így válhatunk készek arra, hogy be tudjuk fogadni tőle a kegyelem teljességét.